Kárpátaljára látogatunk a következő percekben. Már több mint 500 kárpátaljai vállalkozással alakított ki napi szintű együttműködést a Magyar Nemzeti Kereskedőház. Ennek köszönhetően új munkahelyek jöhetnek létre a régióban, így pedig csökkenhet az elvándorlás is. Ennek a beregszászi borászatnak közel 300 hektáron terülnek el a szőlőültetvényei, a tartályokban pedig több mint 2,5 millió liter nedű van. A cég az elmúlt években több rangos nemzetközi elismerést zsebelt be boraival, jelenleg ők Ukrajna legjobb borászata. Ezek a borok már nemzetközi szinten készültek az éven. Magyarországon és Szerbiában nemzetközi borversenyen már megmutattuk, ahol 6 aranyat és 3 ezüstöt és 1 bronzot tudtunk elhozni. De a borok jelen pillanatban is Amerikában, Izraelben, Németországban szállítás alatt vannak, sőt Kanadában is szállítunk borokat. A vállalat kapcsolatépítésében sokat segített a Magyar Nemzeti Kereskedőház, mely olyan partnerekkel ismertette őket össze, akik segítették a korszerű technológiai fejlesztéseket. Többek között ez a káros oxigénmentesítő gép is így jutott el Beregszászba. Minden borászat most már egyre többet fejleszt abban az irányban, hogy termékpalettáját szélesítse, a friss üdeborokat még fogyaszthatóbbá, még kellemesebbé tegye. A készülék ebben segít, és akár a gyöngyöző borok gyártását is tudja támogatni, ami azt jelenti, hogy a bevitt széndioxid az a borász által elképzelt arányban jelentkezik a borban. A bemutatót követően Olá Zsanett, a Magyar Nemzeti Kereskedőház vezérigazgatója Makkos Jánosiban arról beszélt, hogy a mostani csillagtúra célja az, hogy olyan külhoni cégeket ismerjenek meg, melyek akarnak és képesek is együttműködni egymással. Az ő piacra segítésük érdekében pedig már 2 irodát is működtetnek Kárpátalján. A Kárpátaljával való együttműködésünk súlyát jól mutatja az, hogy az elmúlt 2,5 évben elért 5,5 milliárd forintnyi üzletkötés. ...nek az 1/5-e az Kárpátaljához köthető. A mai napon itt jó néhány olyan vállalkozással találkoztunk, és hallgattuk meg őket, akikkel közösen tudtuk elérni ezeket a sikereket. Brenzovics László, a KMKS elnöke megköszönte a kereskedőház igyekezetét, mely által Kárpátalja bekapcsolódhat az anyaország gazdasági vérkeringésébe. Jelentős sikereket is értünk el, a mai megbeszélése is több példa volt arra, milyen eredményes volt az együttműködés, akár a borászat, akár pedig a termálvizeknek a terén. És számítunk arra, hogy a következőkben ez még jobban fejlődni fog. Az MNKH irodái mára mintegy 500 kárpátaljai vállalkozással alakítottak ki együttműködést, valamint 1,1 milliárd forint értékű exportügylet létrejöttében játszottak tevékeny szerepet. Mindenki számára az a fontos, hogy a létező tevékenységi körre az üzleti vállalkozása mellett milyen régi és új piacok fogják számára bevételt jelenteni, és a kereskedőház, mint egy nagyon fontos híd szerepében, ezekre a kérdésekre nagyon sok választ tud adni. A rendezvényen elhangzott, hogy Kárpátalja számára kulcsfontosságú, hogy ne vándoroljon el a lakosság, ezért további vállalkozásfejlesztésre és munkahelyteremtésre van szükség, amiben az MNKH közreműködésének a jövőben is fontos szerepe lesz.